A házasság nem, de a töltött káposzta melegítve is jó. No, elengedni nem nagyon kellett a röszkei bográcsokban rotyogó káposztát, akkora volt a hőség. Mindezek ellenére sokan kóstolták a sokféleképpen elkészült, igen kiadós ételt. 32-en neveztek a főzőversenybe, a zsűri elnöke Frank Sándor Venesz díjas mesterszakács volt, de a többi zsűritag is nagy kóstoló tapasztalattal bír. Káposzta, hőség, tömeg, röszkei hétvége dióhéjban. Most 2012-ben 32 csapat szerepel a Nemzetközi Töltött Káposzta Főzőversenyen, ami értelemszerűen nem 32 embert jelent, és nem 32x3 embert, hanem ez megsokszorozódik azokkal a családi társaságokkal, baráti közösségekkel, testvértelepülési delegációkkal, akik itt részt vesznek. Úgyhogy én rettenetesen boldog vagyok ilyen alkalmakkor, hogyha látom, hogy az emberek jól érzik magukat, szívesen jönnek ide. És hát azon túl, hogy közösségformáló és közösség összetartó ereje van, azon túl azért ne feledkezzünk meg a gasztronómiai különlegességről, hogy itt azért a mai nap folyamán jókat lehet enni, azt le lehet öblíteni egy jó hideg sörrel, vagy más egy jó borral is akár a töltött káposztát, és hát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egyre többen jönnek hozzánk, akik nem helybéliek. És ez megint csak egy nagy erőssége ennek a rendezvényre, hogy nem csak helybeliek, hanem Budapesttől kezdve Kunfehértóig nagyon sok ember megfordul itt ezen a rendezvényen. És akkor nyilván a gasztronómiai része mellett azért ilyenkor rendezik a falunapokat is itt Röszkén. Milyen jellegű programokkal várják az ide érkezőket, ahogy említette, nem csak a röszkeieket, hanem az országból, sőt, hát ugye külföldről érkező vendégeket. Minden évben arra törekszünk, hogy minden korosztály igényeit ki tudjuk szolgálni. Tehát itt az ugrálóvártól kezdve a legkisebbek kézműves foglalkoztatásáig, a mulatos zene és a mulatos hagyományok kedvelőiig, és a mai nap délutánján a helyi csoportok fellépése, és azok a közösségek, akik szeretik, akarják, és meg is tudják magukat mutatni ilyen alkalommal a színpadi produkciók formájában. Nem leszünk hiány a táncnak, hiszen este utcabál, vagyis hát sportpályabál lesz itt nálunk. A következő nap, vasárnap pedig a különböző sporthoz kapcsolódó rendezvényeké a főszerep. Ez már hagyományos itt a falunapok programjai között. Minden évben igyekszünk egy picit újítani is, de azért ragaszkodunk a hagyományokhoz is, mert vannak olyan programok és rendezvények, amelyeknek meghatározott tábora van, akik visszavárják évről évre ezt az alkalmat. Milyen itt Röszkén, hiszen a klub már régóta visszajár, de ön milyennek találja? Én nagyon szépnek, nagyon hangulatos, többször is voltunk már, tehát én 2 éve vagyok ennek a Napfényes Klubnak a tagja, úgyhogy mi nagyon sok helyre megyünk, tehát ahova meghívást kapunk, mindenhova elmegyünk. Én nekem Röszke nagyon szép, a környezet is, maga a hangulat, tehát a klubtársakkal, én legalább nagyon jól érzem magam közöttük. És milyen maga a töltött káposzta főző verseny, milyen lesz az önök káposztája? Hát ez darált húsból készül, tehát hagyományos módon úgymond van. Árpakásával készült, és hát a különböző fűszerök, tehát bor, só, köménymag, babérlevél, meg nem beszélve arról, hogy a jó magyar piros paprika. Ez adja meg az ízét neki, és a színét is. Miért jöttek Röszkére töltött káposztát főzni Balassagyarmatról? Hát már 3. éve, hogy itt vagyunk, nem ez az első évünk. A lányomék Mórahalmon laknak, ide költöztek, mert Szegedre járt egyetemre, és itt maradtak a környékbe, és nekünk nagyon megtetszett ez a fesztivál. 3. éve főzünk töltött káposztát. Milyennek találják magát Röszkét, és nyilván ezt a fesztivált, mi az, ami tényleg tetszik benne, ami miatt úgy döntöttek, hogy idén is eljönnek? Nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jó együtt látni az embereket, hogy egymásnak örülnek, barátságban, békében vannak. Nagyon kevés ilyen hely van az országban. És akkor arra lennék kíváncsi, hogy az önök töltött káposztája az hogyan készült, mi az, amit el lehet róla árulni, miben különleges, miben más? Hát abban különleges, hogy vecsésről hoztam a káposztát, tehát eredeti vecsési káposzta, balassagyarmati kapor, zöld paprika, paradicsom és mórahalmi hús.
ott vesszük mindig a húsmóra almát. Mi a véleménye, az idei felhozatal az milyen lesz? Mindig különlegesek a káposzták. Van, akik csak a hagyományos ízeket kedvelik, semmi különlegességet nem tesznek bele. Vannak, akik baromfi húsból készítik, vannak, akik kaporral, csomborral, tehát sorolhatnám. Nagyon-nagyon sokféle ízvilágot képviselnek, de hát ez a zsűri dolga, hogy eldöntse, hogy ki lesz a legjobb. A zsűri válogatott tagjai, ugye Frank Sándor mesterszakács, Sányi László alpolgármester úr Molahalomról és Fülöp Pál önkormányzati képviselő, ők a zsűri tagjai szerintem. Körülbelül egy jó 10-15 perc múlva nekik erősen el kell kezdeni dolgozni és értékelni a káposztákat. Nagyon sokféle van, és az ide látogatók szerintem kedvükre válogathatnak az elkészült étkekből. Hogyan lehet 33 csapatnak megkóstolni a töltött káposztáját? Mert ha én jól sejtem, saját tapasztalatból kiindulva, hát egy olyan 10 csapat után már biztos, hogy tele lennék. Ezt hogyan lehet jól csinálni? Hát természetesen ennek is megvannak a trükkjei, tehát nem szabad elcsábulnunk ugye az első 5-10 töltött káposztán, ami azt jelenti, hogy esetleg, hogyha finom meg ízlik, akkor jó bepakolunk belőle. Tehát úgy, mint a sportolók, beosztjuk az erőnket, és csak mindig egy kicsit kóstolunk, de természetesen a kóstolás az úgy kezdődik, hogy először szemrevételezzük, hogy hogy néz ki ez az étel, hogy van tálalva, mennyire gusztusos, mert ugye nem csak eszünk, tehát a szemünkkel is eszünk, ha úgy tetszik, tehát nagyon fontos, hogy a látvány is jó legyen, és aztán természetesen megnézzük az állagát, mert ugye nem csak az ízek számítanak, hanem ennek a konzisztenciája, az összetevői, az ízvilága, tehát nagyon sok olyan összetevő szükségeltetik, amiből el tudjuk dönteni, hogy melyikek a legjobbak. Mi a tapasztalatait röszkén, milyen jellegű töltött káposzták készülnek, hiszen ha jól tudom, nem először van itt. Nem, hát ugye a Röszkei töltött káposzta főző verseny vagy fesztivál az ugye most már nagykorú lett, 18 évet betöltötte, tehát ez a 18. Úgyhogy szinte az elejétől kezdve a zsűrizésben részt veszek. Hát nagyon széles a skála. Az a nagy szerencse, hogy ugye itt nem csak a magyarországi versenyzők, hanem ugye itt a Szerbiában élő magyarok is átjönnek, Erdélyből is átjönnek, és azok is azokat a fűszerezéseket és azokat az ízeket hozzák ide, ami nagyon fontos és nagyon jó dolog. Ugye nem csak káposztalevélbe töltenek, hanem forrázott levélbe, szőlőlevélbe, kelkáposztába, tehát nagyon-nagyon finom, választékos ez az egész rendszer, úgyhogy azt gondolom, hogy aki teheti, az mindenképpen vegyen részt egy ilyen versenyen. Ön, aki nyilván szakértője a jó magyar étkeknek, önnek volt-e már ugye az elmúlt jó néhány év alatt olyan töltött káposztait röszkén, amire azt mondta, hogy teljesen egyedülálló, különleges, és megkérdezte mondjuk a titkát? Hát így igaz, tehát nagyon sok különlegességet lehet, és én azt gondolom, hogy talán ugye itt a délvidéknek pont az a nagyon nagy előnye, gasztronómiai előnye, hogy egy a hármas határ helyen ugye a szerb konyhának a bárány vagy birkahúst is használják, és az, amit kérdez, ez pont ezzel kapcsolatos, és ugye az erdély konyhának a gyönyörű zöld fűszerei, és ugye a magyar jó ízlésű konyhák, tehát a polgári konyha keveredéséből jönnek össze, és találtam évek kezdődött, hogy olyat, amit bárányhúsból és borjúhúsból meg sertéshúsból volt a töltelék összerakva, és a csombortól kezdve a legfinomabb erdélyi fűszerekkel volt összefőzve, és valami fenséges, jó ízű tejfölbe, egy kicsit úgy láttam, egy kis tejszínes tejfölbe volt rotyogtatva, és szinte ilyen kék színű, gyönyörű, illatos kaporra volt megszórva, hát az egy fenséges dolog, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy erőszükségeltetik ahhoz, hogy valaki ehhez ne nyúljon úgy, hogy fölfalja az egészet. Milyennek találja a röszkei rendezvényt? Ez a rendezvény bizonyítja azt, hogy a 18. életévét megélte, hogy erre van egy társadalmi igény. Én mióta ide járok, nem csak zsűritagként, hanem meghívást kapok és át szoktam jönni. Minden évben az volt a tapasztalat, hogy szépen magabiztosan 1-2-3 csapattal minden évben többen jelentkeznek be töltött káposztát főzni. Szeretik az emberek ezt a fajta társas együttlétet, hisz itt a főzés az összehozza nem csak a csapattársakat, hanem a körülöttük főzőket is. És hát a versengés mellett azért különféle ízeket is, ízekkel is találkozik itt az ember. Ön, mint magánember, milyen viszonyban van a töltött káposztával, mennyire kedveli, és milyen jellegű töltött káposztát szeret a leginkább?
Hát én nagyon kedvelem a töltött káposztát, és én ezt a hagyományos töltött káposztát kedvelem. Ha disznóvágás idején van, akkor olyan jellegűt, nyáron az pedig akkor, ha egy rántás van a tetején, és hát némi nemű bőrkét ráfőznek a tetejére, vagy esetleg egy disznó körön bele van, vagy kettő-három főzve, tehát az megadja az ízét. Egyébként, amikor itt válogatunk, akkor is én azokat az ízeket keresem, ami inkább ami hagyományos. Tehát minden ételnek megvan az, hogy mi szükségeltetik hozzá, ez tradicionálisan kialakult, azt az ízt keresi az ember. Természetesen van olyan, amivel meg lehet egy kicsit bolondítani ezeket az ételeket. Idén kit vár ön az elsőnek? A tapasztalatok alapján van olyan csapat, ami kifejezetten jól szokott teljesíteni? Minden csapat azért jól szokott teljesíteni. Ez azért elsősorban nagyon szubjektív, amikor dönt ebbe az ember, hogy mit ír a pontozó. Pontozó lapra rengeteg ízzel fogunk találkozni. Természetesen van favorit csapatom, mondhatnám, hogy a Mórahalom, bár ez itt nem fog látszani, mikor mi zsűrizünk, mert csak egy számot látunk, illetve az ételt, és nem tudjuk, hogy valójában ez kihozta ide. A tapasztalat az, hogy mindenki nagyon főkészülten az ő lelki világának megfelelő fűszerezettséggel hozza ide az ételt. Tehát én arra számolok, hogy mennyit egy nagyon soros verseny lesz, hisz nagyon sok olyan csapat van, aki nagyon kimagaslóan, nagyon finom töltött káposztákat tud készíteni. És nagyon nehéz olyankor megtalálni azt a... Egy-két pont szokott dönteni egyébként, hogy ki lesz, aki nyertes lesz.